Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hol a hal következő adása. Ködben a Dunán címmel. Avagy Szófosó és társa reflektál a hozzászólásokra. Az elmúlt másfél percben egy olyan gondolatunk támadt, hogy teremtsünk egy új műfajt, és osszuk nektek úgy az észt, amiből lehet akár egy ilyen podcast is később, és arra gondoltunk, hogy végigmegyünk az összes olyan hozzászóláson, amiből egyébként iszonyú sokat kaptunk tőletek, és nagyon köszönjük az előző videóhoz, és megválaszoljuk őket, illetőleg ezek olyan témák, amikor ugye elkezdünk dumálni, és osztjuk az észt. Tök sok ilyen... Hol a hal, hol az ész? Tök sok youtuber van, aki így az autóba nyomja. Mennyivel stílszerűbb a csónakba, így zúgó motor mellett. A 11. részhez 160 komment érkezett, és ebbe az a különleges, hogy ezt nem mind te írtad, hanem a nézők írtak, mert eddig, amikor sok komment volt, az mind te voltál. Szerencsére működött most már. Jó, abból is azért 30-40 profil az én vagyok, de teljesen mindegy. Nézzük, hogy milyen megjegyzések érkeztek. Nagyon sokan írták, hogy csukás videó. Be is írtam alá, hogy mi is csukázni szerettünk volna eredetileg a Balatonon, csak akkor volt ez a irdatlan nagy szélvihar, frontbetörés, amikor gyakorlatilag a déli partot, a déli oldali vizet átfújta az északira, úgyhogy nem bírtunk volna horgászni, ezért most jöttünk a Dunára. Most csak integetnem kellett a dublőrnek, aki eljött egy csónakkal, hogy jól nézzen ki a képbe. Ők sokat telefonálgattam, mire ezt elintéztem. Na mindegy, itt vagyok, igen. Póló az népszerű? A póló azt imádnák az emberek, imádnak. Én amúgy szívem szerint mindenkinek adnék, csak ugye az egy kis gempa. Eleve gempa kell hozzá, eleve nem akarjuk azt csinálni, hogy ilyen webshopos módon csinálni a dolgokat. Úgy, én semmiképpen nem szeretném azt, hogy mi is áruljunk ilyeneket, de kitalálhatnánk rá valami jobbat, ami lehetővé teszi azt is, hogy az embereknek lesznek ilyen szupermenő halahalas cuccai, de közben meg nem lehet csak úgy megvenni. Hát írjátok már meg, hogy nektek milyen ötletetek van rá. Szerintem így a patronos dolog lehet eleve, hogy ti támogattok minket, mi meg akkor ilyen pólót, meg ilyen különböző cukiságokat adunk cserébe. De ezt egy pár videóval ezelőtt szintén egy hozzászóló vetette fel. Ugye ez egy olyan oldal, ami művészek támogatására szolgál. Videósok, filmesek is sokan vannak, akik így szereznek némi kis hozzájárulást ahhoz, hogy tegyék a dolgokat. Úgyhogy igazából kíváncsiak lennénk rá, hogy ti mit gondoltok, hogy hajlandóak lennétek-e áldozni egy kis pénzt arra, hogy minél több nagyon magas színvonalú tartalmat tudjunk csinálni, és ha igen, akkor így kb. Mennyit, meg hogy, és ha úgy látjuk a hozzászólásaitokból, hogy van értelme ezt megcsinálni, akkor lehet, hogy belefognánk. Na, a drávával nekem egy nagyon nagy bajom van, hogy messze van. De annyira érdekes, hogy ezt mondod, mert engem így gyerekkorom óta valahogy ez a dráva, akárhányszor találkozom vele, tökre érdekel, sose jártam még a drávánál, pedig már azért nagyon sok helyen jártam az országban, világban. Én nekem nagyon-nagyon sok víz van, ahova szeretnék elmenni. De voltál már egyébként? Tök hosszú szakaszon az egy horvát-magyar határfolyó. Igen, ugye én járok Horvátországba pisztrángozni, most az így pörgetem a fejembe, hogy mi van ott, mert ott gyakorlatilag párhuzamosan folyik a Mura meg a Dráva, ahol mi szoktunk horgászni. És hát lehet, hogy így félig a Mura, félig a Dráva a közötti részeken horgáztam be, de inkább ilyen csatornaszerű
üzemvíz csatornákon, amikor sok pisztráng van, olyan helyeken horgáztam. A Dráván nem horgáztam még konkrétan. Én nagyon, nekem nagyon lenne kedvem, hogy elmenjünk, amúgy is imádom Pécset, meg ott azt a déli környéket, tök jó lenne így egy pár napra egyszer elmenni és megpróbálni feltérképezni. Ott még talán vannak ilyen kisebb patakok is, ahol mondjuk ugyanúgy lehetne domizni meg. Igen. Az is tök jó lenne. Én amúgy, hogyha így sorrendiséget kellene felállítani, hogy hova szeretnék nagyon elmenni, így forgatni, ugye mindenképpen a Tisza-tó, az mondjuk így előrébb raknám, mint a Dráva. A Sziget közt előrébb raknám, mint a Dráva, azt imádnám. A Körösöket, Körös vidékét megint előrébb raknám, mint a Dráva, és körülbelül így negyedik helyre futhatna be a Dráva, mint olyan. Valamikor azért csak el fog menni csukázni, attól függetlenül, hogy ez a Balaton meghiúsult, úgyhogy nem tudom, hogy az idén még beleférne. Én nekem eddig egyetlen egy csukát sikerült, ami normális méretű volt fognom, mint egyébként a Dunán a múltkor nemrégiben. Mindjárt Kevin bevágja a vágóképet. De azt is igazából nem teljesen tudatosan, előke nélkül, szájszélbe, szerencsésen. Ami még sokakba felmerült, ez a csatorna csukázás. Teljesen jó dolog a csatorna csukázás, meg biztos nagyon jó tanuló dolog is, csak egyrészt már voltunk, még a Predatorral csináltunk filmet a Kunságin, ahol fogtunk úgymond ilyen kisebb csukákat, és ami a tapasztalat az, hogy inkább kisebb csukák vannak, és nem szeretnénk így kis csukára fölfűzni a filmet. Na jó, de amióta azt a Predator TV-ben csináltátok, azóta ugyanazok a csukák már elképesztő nagyra nőttek, nem? Az a helyzet, hogy a Kunságinak az volt az ismérve, hogy minden évben lehalázták. És most már, mióta megszüntették ugye a halászatot, most elvileg ezek a csukák már tudnak nőni egyre nagyobbra. Úgyhogy nem rossz dolog, amit mondasz, de én úgy gondolom, hogy ott megy egy ág, hogy inkább így a Tisza-tavi langós vagy a balatoni nádasokba mennék csukázni, ha lehet választani. Fölmerült még így a Budapestnek a gondolata. Én azt szerintem a télen mindenféleképpen le fogunk menni Budapestre. Így a street fishing kapcsán meg annyit jegyeznék meg, hogy ugye most volt nemrég az országos bajnokság, ahol nagyon jó pergetők voltak lenni, és ha ők alig tudtak halat fogni, elvétve, tisztelt a kivételnek, akkor mi, meg helyismeret, meg minden hiány azért valószínű, hogy még nehezebben tudnánk megoldani a dolgot. Úgyhogy így majd, amikor beállnak a hidegek, akkor valószínű egy ilyen sűrlős, kősülős éjszakai pecára le fogunk majd menni a Dunapartra, a belvárosba. Nézem így tovább a kommenteket. Így a főváros, csukázás. Póló, mi köszönjük, igen, megint csuka, köszönjük a dicsérő szavakat mindenkinek, van a főváros. Köszi, tényleg egyébként tök jó érzés, hogy így egyre többen értékelitek azt, amit csinálunk, meg ami nekem különösen nagyon tetszik, hogy egy csomóan látják azt, hogy Kevinnek milyen melója van ebben az egészben, és hogy így tényleg már ilyen National Geographic szintű képi világunk van egy csomószor, ami így tök jó, az a kis csávó ott nagyon-nagyon adja. Az biztos, hogy egy jó horgász videó, az szerintünk nem a halaktól lesz jó horgász videó. Nyilván nélkülözhetetlen kelléke egy videónak az, hogy
legyenek benne egy halak, mert azért az gáz, amikor nem fogunk semmit, de azért létezik ilyen. Mi inkább azokat a hangulatokat, érzéseket akarjuk átadni nektek, ami így a videó kapcsán felmerül egy emberbe, vagyis a videó kapcsán, a horgászat kapcsán felmerül egy emberbe, hogy kimegyünk, és akkor szenvedünk, killódunk, körülünk, szomorúak vagyunk, ilyenek. Mi ezt akarjuk leginkább átadni. Köszönjük, ja, és nagyon köszönjük a horgonytippet, az egyébként zseniális volt, megnéztem én is ezt a videót, úgyhogy mindenképpen fogjuk alkalmazni. Ez is tök jó, hogy adtok nekünk ilyen hasznos tanácsokat, és egyébként meg így ne fogjátok vissza magatokat, tehát nyilván a Viktor elképesztően nagy tudással bír, de ettől függetlenül, bár tudom, hogy furán hangzik, elvétve, de akadnak még dolgok, amiket ő sem ismer, úgyhogy... bátran a jövőben is szerintem írjatok, toljátok, kommenteljetek, és tök szívesen veszünk mindent. Hát amit nem veszünk szívesen, azt meg úgyis kitöröljük, úgyhogy tök mindegy. Konkrétan egy kapáshorgonyt én nem nagyon láttam még így működés közben. Volt egy pár szor... El is dobtad rögtön, amit megláttam. Megijedtem tőle. Jó, a rémisztő egy darab, azt elismerem. Hát a Robinson vagy Ipoly, Beszélgessünk a tavakról, mert mondjuk én még gyakorlatilag soha életemben nem horgáztam tavon, már nem a Balatot, ami nem élővíz. Hát a sügeres peca volt tavon. Bocsánat, igazad van, az igen. Abban mondjuk volt sikerélmény. És egyébként tökre megértem azt, aki így kezdő pergetőként küzd, csinálja, és közben azért szeretne sikerre is, tehát szeretne sikerélményt is, mert anélkül nyilván tök nehéz. Én most vagyok ott egy év után, úgyhogy sokat is pecázok, hogy már így nem idegesít annyira föl, hogyha hogy nem vagyok annyira csalódott. De nyilván, hogyha van 2-3 betli egymás után, akkor azért az ember elkezd frusztrálódni, és ezért olvasok olyanokat, hogy valaki azt írja, hogy 1-2 éve perget, és még kb. Nem is nagyon fogott halat, vagy csak 1-2-t. De hogy közben meg valahol amellett, hogy tök sok mindent meg lehet ott is tanulni, azért van egy ilyen, van benne egy ilyen önbecsapás is, nem? Hogyha egyébként mondjuk egy vadvíznél tudsz rendszeresen pecázni, és akkor ugye elmész sikerélmény szempontjából mondjuk olyan tóra, ahol könnyebb halat fogni, és utána meg így visszamész, és van egy-két ilyen tó, amit nyilván én is látom a Facebookon, hogy folyamatosan posztolják az ilyen gigantikus méretű halakat, közben gyakorlatilag nincs ívási szezon, bármikor lehet bármit, szerencsétlen halakot gondolom, azért annyira nem érzik magukat baromi jól, de hogy így valahol önbecsapást is nem, tehát nem tanulsz meg ettől rendesen, csak elodázod azt, hogy végigjárd az utadat. Én azt mondom, hogy azok az emberek, akik így elmennek ilyen vízre horgászni, azt meg tudom érteni, mindenki szeretne nagy halat fogni. Nyilván a helyén kell kezelni, valaki írta egy ilyen poszt alá, hogy ez olyan, mintha a kupiba menne valaki csajozni, és akkor örül nekem, minden csaj őt akarja. El van álljul, hogy mekkora nagy tenyészbika, amikor minden csaj rá van akaszkodva. Ez körülbelül, ez szerintem egy zseniális hasonlat. Én amúgy, ha engem kérdeztek, én azt tudom javasolni, hogy ha tanulni akartok, akkor el kell menni horgász vezetővel horgászni. Mert egyre többen csinálják itthon, Balatonon, Tiszatavon, stb. Most azért nem akarok neveket mondani, mert nehogy valakit kihagyjak, de nagyon sok ilyen van. Befizettek X összeget, és akkor az alatt az idő alatt, amíg ezzel a horgászvezetővel horgáztok, körülbelül annyi tudást fogtok magatokra felszedni, amit magatoktól évek alatt nem szedtek föl. És körülbelül azért most Pistának is ez a tanulásának, meg a halfogásának a lényege, hogy
hogy ugye mi együtt horgászunk, és minden horgászat alatt rettentő sok tudást szed föl. Hogyha magától bolyongana, akkor valószínű, hogy a fogott halaknak a száma az sokkal kevesebb lenne, mint így. Ja, most, hogy ezt mondod, közben tökre elgondolkodtam, hogy ha nem lett volna ez a fajta támogatás, amit itt tőled kapok, akkor akár lehet, hogy már is engedtem volna, valószínűleg nem engedtem volna el, de az biztos, hogy mondjuk nem számoltam meg, azért hál' Istennek ez alatt az egy év alatt szerintem így sac per kb. Egy 50-60 halat biztos fogtam, valószínűleg az mondjuk max 5-6 lenne, hogyha azt hiszem, hogy talán egyet fogtam még azelőtt, mielőtt elkezdtünk együtt pecázni, pergetve, vagy talán kettőt, de még ajánlom mindenki figyelmébe, Visegrádon szuper pisztrángos tó van, én oda viszem a gyerekeket, a sikerélményben, csak az a baj, hogy el kell vinni az összeset. Úgyhogy most nem fogok végigmenni az összesen. Miért? Végigmenjünk? Ne. Ráérünk, nem? Majd legfeljebb csinálunk belőle három filmet. Hát nagyon sok köszönés van. Megérkeztek a kormoránok is. Póló, stb. Igen. Itt vannak kormoránok. Na, vannak, akik külföldről is követnek minket, azt is köszönjük. Igen, ha a partról pergetők közé odáll a csónak, nyilván ezt csak viccből mondtuk, de nem fogunk oda menni, ahol a partról horgásznak. És vannak olyan kommentek is, akik azt mondják, hogy mit tudom én, a Garamra kimenni, ott azért már egy páran csináltak videót a Garamon. Lupán is most csináltak nemrég a Foxosok is videót. Szerintem azok tök jó megmutatják, hogy mit kell ott csinálni, meg hogy kell horgászni. Most ugyanazt nem szeretnénk mi még egyszer, visszatérve egy pillanatra így erre hova menjünk horgászni. Én azt mondom, hogy én szívesebben betlizek egyet az Ipolyon vagy a Dunán, mint fogjak nagy csukákat, vagy bármilyen nagy halat így jó, de nyilván benne van az is, hogy mindenki egy más szakaszban van, tehát most te már érted, megfogtad gyakorlatilag mindent kb. Amit meg lehet fogni. Aki még ebben nincs, az lehet, hogy másban van, de inkább engem az az aspektus érdekel ennek, hogy ugye volt egy ilyen poén a balatoni filmben is, hogy amikor ott beleszaladtunk abba az elképesztő balint csapatba, küszíváskor, és tényleg szinte mindegy volt, hogy mit dobunk oda, bármit levertek, és akkor így mondtad, hogy na, még elhiszi magáról, hogy megtanult horgászni. És ez egy jó poén volt, de valójában tényleg van benne egy ilyen, hogy önbecsapás, hogyha az ember elmegy egy ilyen helyre, és futószalagon húzza ki a jobbnál jobb halakat, és akkor utána tök csalódott lesz, hogyha egy másik normál vizen is ugyanezt várja el magától. Mindannyian mások vagyunk, más miatt csináljuk ezt az egészet. Nekünk igazából ez fontos. Én nekem full kezdőként is tényleg sokszor beszélünk erről, meg talán most már szerintem így egyre jobban látjuk, hogy a filmekből is átjön, de hogy kint lenni a természetben egészen más energia, tehát így egész egyszerűen annyira sokat ad az embernek minden fronton, lelkileg, hogy sokkal több hosszú távon, mint az, hogy most akkor így van egy óriási halunk. Az a lényeg amúgy szerintem, hogy minden vizet, én már ezt többször is elmondtam, meg leírtam, minden vizet megfelelő módon a helyén kell tudni kezelni. Hogyha elmegyünk egy zagyvának a felső szakaszára, vagy a Tarnára, vagy a Ipolynak a felső szakaszára, ott ne várjunk el 10 kilós csukákat. Nyilván ott törülni kell egy 25-30 centis domolykónak. Na jó, de fogni egy ászkeszeget például, egy sodrósabb részbe, vagy egy csomó olyan dolog van, ami iszonyú jó érzés. Így van, csak azt mondom, hogy ezt meg kell tudni a helyén kezelni. Én mondjuk ezeknek a fogásoknak sokkal jobban tudok már örülni. Meg így én a tavi pecáktól azért ántorodtam el, mert azért ha van egy egyesületi tó is, ott
körülbelül megvannak azok a néhány haltartó hely, ahonnan úgymond stabilan lehet halat fogni. Hogyha azoktól elvonatkoztatunk, akkor igazából dobálhatsz te össze-vissza, de ezeket a helyeket egy átlagos méretű, tudom én, 10 hektáros tavon partról körülbelül egy év alatt kiismeri az ember, a következő évben még örül neki, hogy milyen ügyesen tudja fogni, de már én általában így a harmadik évben már mindig ott hagytam ezeket a tavakat, mert meguntam. Jó, de azért is jó, hogy erről beszélsz, mert úgy emlékszem, hogy több ilyen hozzászólás is volt, hogy gyertek el ide és ide erre a tóra, ahol én egyébként lakom, és akkor mutassátok meg nekem, hogy itt hol van a hal. És én szerintem ez tök fontos, hogy nem fogod élvezni, hanem tehát, hogy pont ez lenne a lényeg, hogy azok alapján, amiket itt a Viktor mond, próbáld meg te megtalálni a saját tavadon, vagy a saját folyódon azt, hogy hol, és sokkal jobb érzés lesz, hogyha egész egyszer látod működni a dolgot. Majd szerintem a csücsök környékén menjünk ki oda, arra a szélére, mit szólsz hozzá? Följebb itt is vehetünk a kanyar utáni részre. Én nagy valószínűséggel megmondom, hogy ha van egy ilyen horgászvíz, ahol mondtam, én nem volt telepítve évek óta ragadozóval, elmennénk, és 90% hogy nem fognánk semmit. Csak killódnánk, szenvednénk, mennénk körbe, ismernénk, megkeresnénk az akadókat, keresnénk az olyan tereptárgyakat. Nyilván, hogyha találnánk olyat, amit esetleg a helyiek, vagy nem annyira ügyesek, nem tudnak meghorgászni, akkor onnan lehetne reményünk, de nagy részt az lenne, hogy vagy meg se találnánk ezeket, vagy nem fognánk halat. Ha mondjuk telepítés után mennénk, amikor benne vannak ezek a telepített halak, akkor ugyanúgy, akkor nagyon sokat tudnánk belőle fogni. Most egyesületi tavakról beszéljek, akkor tényleg én emlékszek rá, amikor 5-6 évvel ezelőtt, így telepítés után, én 50-60 telepített csukát simán meg tudtam fogni pár óra alatt a vízből, de ezt megint a helyén kell kezelni, nem lettem én attól királyhorgász, hanem akkor egy jó csali vezetés, jó helyismeretekkel sokkal jobban meg tudtam fogni a halat, mint aki akkor fogott először életébe pergető botot, mert ott telepítettek a csukát, azok is fogtak egyet-kettőt, de nyilván egy rutinos, ügyes pergető, aki mindig azt csinálja, az többet fog tudni fogni. De most akkor lezárnám ezt a dialógust, mert már eleget csónakáztunk, most körülbelül... Még annyit hozzáfűznék, hogy nekem teljesen tetszik ez a dolog, úgyhogy ha a jövőben is így lelkesen megírtok kommentbe akár kérdéseket, akár bármit, húzódj már le, mert nekimész a hajónak. Erre próbálunk időt szakítani, hogy ugyanígy megválaszoljuk kicsit ilyen, akár lehetne ebből egy ilyen podcast, vagy valami ilyesmi, hogy így beszélgetünk, és akkor így bizonyos témákról elmondjuk, amit mi gondolunk, amit esetleg ti dobtok fel. Úgyhogy bátran nyomjátok, toljátok, beszéljetek. Spritzer jönni. Hoho, Kevin, jön a hullám, figyelj!